Újfent köszöntök mindenkit a csatornán. Újfent úgy kezdődik a videó, hogy lemegyek a fólia sátorba. Ez a videó, ez most kérésre történik, ilyet is ritkán csinálok. Megkérdezett egy hölgy e-mailben. a sokak által már ismert kisvakon posta os e-mail címen megkérdezett egy hölgy, hogy ugye látta azt a videómat, aminek az volt a címe, hogy magas törzsú rózsa készítése, és ugye a első rész, amikor is ugye elkészítettem azokat a hát, növényeket, amikből jövőre ugye rózsa lesz. Hát itt láthatóak, és hát elég nagy volt a sikerességi ráta, bár ezekből még tavaszig lehet egy pár elhullik. De azért elmondható, hogyha megnézzük, na most persze a leveleit eldobálja, de ez például sikerült, az is sikerült, az is, az is, az is, az is, az is sikeres. öt hát már látható, hogy a rügy is megjelent. Az is sikeres, az is, az is, az is, az is, ez az egy nem. De még ezt se tartom kizártnak, hogy sikeres lesz, majd meglátjuk, hogy. Mert nem így a kamerám úgy tűnik, hogy teljesen fekete, de inkább sötét zöldnek mondanám a színét. Hát ugye ez sikeres, ez sikeres, ez sikeres, ez sikeres, sikeres, sikeres. Hát ez megint egy olyan, hogy gyanús nem tudom, de még akár jó is lehet, majd kiderül. Sikeres, 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 sikeres. Ez is sikeres, bár a teteje nem jó, de az alja az jó lesz. Sikeres, sikeres, sikeres. És itt van még egy, amelyik nem sikeres. Tehát ez nem működött. Na most megkérdezett valaki, hogy milyennek a titka. Miért van az, hogy ő próbálkozik, és hát neki is sikerül a rózsa, csak jó a kisebb sikerességi rátával. Őszintén szólva nem tudom. Nem tudok erre a kérdésre válaszolni, de adnék néhány ötletet, hogy ő maga rájöhessen arra, hogy mit rontott el. Szóval a helyzet az, hogyha megfigyelünk néhány rózsát, és most ilyen duggal, az a, figyeljük meg a kertet. Szerintem ez az egésznek a titka, hogy nézzük meg a növényeinket, figyeljük meg őket. Ugye van, ami sikerül, meg van, ami nem. Hát például ugye itt mondtam, hogy ami gyanús, az például ez. Ugye az alja barna. Nem fekete, tehát nem... De meg van fásodva. De az is lehet, hogy csak simán tényleg fásodás, és rendben lesz egyenlőre. Itt még jó, ha a rügyek kigel vonul a száradás, akkor... De nem hiszem, hogy ezzel baj van. A lényeg az, hogy szerintem figyeljük meg a növényeket. Ugye a növényeink, a rózsáink, ha, ha megmaradnak, hanem ugye kétféleképpen jelentkezhet a probléma. Vagy azt fogjuk látni, hogy megrohad a földbe dugott rész, tehát ez az alsó rész befeketedik, és akkor ez a feketedés lentről halad felfele. Ilyenkor a föld alatti rész lényegében elrohadt. A B verzió az az lesz, amit itt látunk, hogy felülről ne elkezd száradni lefele. Na most, ha csak egy része szárad el, és az alsó ügyek kijönnek, ami valószínűleg itt is meg fog történni, akkor még nincs baj. De ez a két féle féleképpen lehet észlelni valószínűleg majd a hibát. Tehát ugye, vagy azt látjuk, hogy lentről feketedik felfele, vagy fentről feketedik lefele. Na most, nagyon egyszerű. Gondolkozzunk el a logikáján, hogyha lentről feketedik felfele. Akkor az több mint valószínűleg a probléma oka az a talajba keresendő. Tehát vagy az van, hogy túl nedves a talaj, vagy az van, hogy túlságosan felforosodott a cserép, vagy az van, hogy túlságosan hideg a cserép. Tehát a, a föld maga. E, tehát vagy túllocsoltuk, vagy túl meleg, vagy túl hideg, és még ide negyediknek besorolnám azt, hogy nem elég levegős. Tehát nem járját a levegő, nem elég ilyen porhanyós a Föld. Ha ebből a négy dologból az egyik van, létezik, akkor valószínűleg a Föld alatti része el fog rohadni, és az a rohadás majd terjeszkedni fog felfele. Ha ilyet látunk a dugványainkon, akkor ezt a négy dolgot elemezzük. Orhanyos volt -e a föld? Ha igen, következő. Nem elocsoltam túl. Következő, nem etettem ki tűzőnapra. Következő, nem -e volt túl hideg helyen. És akkor innentől fogva már rá is jövünk, hogy hol hibáztunk. Hogyha felőrönnen jelentkezik a probléma, tehát felőrönnen lefele kezd el száradni, rohadni. Megint csak gondolkozzunk el az alja jó, tehát nem rohadt el. Tehát jól locsoltunk, jó volt a föld, levegős volt a föld, nem volt túl meleg, nem volt túl hideg. De felülről nem elkezd száradni. Ez annak a jele, hogy A verzió. Vagy nem volt tiszta a kés, amivel vágtuk, és valamivel megfertőztük. Hát az itt most ugye nincs. Vagy B verzió, nem volt eléggé elegendő nedvesség ahhoz, hogy ez a felső rész életben maradjon. Tehát teljesen normális, hogyha ez itt nem nincs elég nedvesen tartva, akkor elkezd visszaszáradni. Tehát ilyen esetben, hogyha ezt tapasztaljuk, hogy alul minden rendben van, de felülről nem indul a száradás, akkor gondolkozzunk -e erre, hogy a tiszta volt, amikor dolgoztunk a késünk. Illetve a B-verzió, nem -e kellett volna fölíteni valamit, ami egy kicsit a nedvességet bent tartja, nedvesebb, párásabbá teszi ezt a felső részt. Például egy ráborított üveget, flakont, elvágott flakont valamit. Na hát szerintem ilyen egyszerű, és igazából ennyi a lényege, hogy, hogy, ezt kell megfigyelnünk. Tehát úgy járjunk a kertünkbe, hogy figyeljük meg ezek a dolgokat. Hogyha lentről jön a probléma, akkor ugye vagy nem jól locsoltunk, vagy túl meleg, vagy túl hideg, vagy nem elég jó a föld. Ha fentről ne jelentkezik a feketedés, akkor nem zártuk el elég jól a nedvességnek a vesztését vagy nem tudott elég, elég nedvességet még felszedni, hiszen még gyökérzet nem volt, és túl gyorsan, túl gyorsan ö, veszítette, fújt rá a szél, sütött rá a nap, nem volt rajta valami, ami bent tartsa a nedvességet. Na hát ez ilyen egyszerű, szerintem. Ö, és a másik, hogy természetesen normális, hogy mondjuk itt van, itt volt eldugva 30 darab. A 30 darabból összesen azt hiszem 3. Ö, vagy négy problémás, de ezek se fognak elpusztulni. Ezek is mind szépen meg fognak maradni, csak ez a felső rész visszaszárad. Látjuk itt még csak a rügyig, tehát ez a rügy még lehet, hogy jó, oké, majd meg is maradt tavaszra, de az biztos az a lenti. Vagy itt ugye, a fenti rész visszaszárad, nem volt nedvessége, de a rügy az él, ez meg fog indulni. A legtöbb persze jó, tökéletesen sikerül, de mindig van 1-2-3, tehát olyan nincs, hogy 100%-os ráta, hogyha elteszek 30 darabot, abból nem lesz 30 darab rózsa. De ha lesz 27, azzal már úgy kibékülünk. És ennyi a titka. Figyeljük a növényeinket, ők megmondják mindig, hogy mi az, ami kell nekik. És akkor legközelebb, mikor próbálkozunk, már az előző tapasztalatokhoz képest locsoljuk, vagy árnyékoljuk, vagy Na, hát ennyi lett volna, ez a kis gyors belentkezés ez tényleg csak csak azért, hogy, hogy úgy tudjak válaszolni erre a feltett kérdésre, hogy tényleg ahogy gondolom és hogy érthető legyen. Na, hát köszönöm szépen, akkor ennyit a rózsák dogatásáról, viszlát!